És start elindult a 2022-es Kincsen plusz nemzeti díj, a Nemzeti Galopliga második állomása, nagyon gyors helyből a tempó, erre lehetett is számítani, és a kanca Airburst az, aki kirobban a gépből és elmegy vezetni. Airburst mögött sárgában Orhán színei tűnnek föl. Airburst, Orhán suhanó üstökös és éjkirály egyelőre a front. A folytatásban a Rém király az ötödik pozícióban, Golden Boy és tábornagy következik, majd jön Günther és Prezident a két tréningtárs szinte fejfej mellett. Iron John pedig egyelőre a középmezőnyben halad, suhanó üstökös a sor végén. Többek között a Krángárd az, aki egészen kívül versenyez. Hip-hop eltelt az első 800 méter, Airburst pedig még mindig diktálja a tempót, kicsit talán fogva, mégis azt lehet mondani, hogy jó iramban. Airburst mellett még mindig Orhán jelenleg a második, mögöttük bent a falon remekül tartja magát Mágnás Miska, éjkirály a kapcsolatban is ugyanez a helyzet, a Rém király, aztán pedig Golden Boy tábornagy, ami a favoritot illeti, Prezident piros sapkában Georgievel egyelőre csak a középmezőnyben, de a Dariával is itt tudott kiemeltet nyerni pár órával ezelőtt. Orhát már lovagolni kell, Airburst kicsit talán könnyebben jön, de hát azért az igazi izgalmak majd most következnek. Airburst, Orhán suhanó üstökös könnyebben jön, és suhanó üstöknek van is útja. A háttérben pedig szép lassan Prezident is zárkózik, de onnan azért nem lesz könnyű győzni. Vezet még mindig Airburst, mögötte pedig suhanó üstökös, illetve Mágnás Miska is feltűnik a frontban. A háttérből elindult talán Golden Boy óriási lendülettel. Mágnás Miska az, aki vezet a távozpropoz érve, lesz ellenfel az utolsó métereken. A két kanca remekül fut, Black Pepper is begyújtja a rakétákat, de egyelőre Mágnás Miskát úgy tűnik, hogy nem lehet utolérni. Mágnás Miska idei első versenyében győzni fog Ifab Kozmával. Mágnás Miskája a nemzeti díj. A két kanca mögötte a második és a harmadik. Nagyon-nagyon jól mozognak. Black Pepper és Airburst is ott vannak a dobogón.